Végantal Erdei Föld, Virágföld. Már előre eltervezték, hogy az állomásról taxival jöjjön be a mama. Igaz, villamossal is csak két megálló, de a taxi nem több egy tízesnél. Biztosan sok lesz a csomag, miért tolakodjanak hát villamoson? A mama nehezen tudna rá fellépni, esik az eső, könnyen megcsúszna. Hosszú volt a vonatút, nem a világ az a tízes megérdemel ennyit a mama. Nagyon várták már a mamát. Végre lesz három napja, amit a fiával mennyével tölt. Három nap. Negyven esztendő alatt se volt, hogy három egész napot pihent. Nem fog négykor kelni, Este szürkület után nem járja lámpással az udvart, tyúkólat bezárni, moslékot a disznónak, libát se késő, korom sötétben nem rohan a tejjel, hogy jaj, csak benezárja még Julis a csarnokot, mi lesz ezzel a tejjel, ha későn viszi és nem veszik át. Nagyon szép, kellemes, három pihentető nap várt a mamára. Megállt a szoba közepén, körül-körül megnézte a falat. A bútort jónak találta, csak azt mondta, hogy annyi pénzért igazán be is festhették volna. Kipakolt. Nagy veszőkosárban almát, tojást, diót, füstölt húst hozott. A húst otthon nincs, aki egye. Ajaj, ő már tíz esztendejénél is több, hogy diétázik. Az öregnek meg mostanában mindig azt ajánlja az orvos, hogy csak húst ne. Füstölt húst meg soha. Mit is csináljanak hát akkor otthon a hússal? Nem veszi meg senki. Ha valaki venni akar, akkor inkább konzervet vesz, olcsóbb és frissebb is. De hát azért disztót csak muszáj ölni. Hosszú az esztendő. Alig ültek le, a mama arról panaszkodott, hogy rosszul érzi magát. Fáj a feje. De hát nem baj az. Van neki kéznél por, pirula is, majd csak használ valamelyik. Egyik dobozban, másik üvegben, nem is tudna meglenni már ezek nélkül. Tíz-húsz esztendeje, hogy némelyiket szedi. Vagy több is? Tudom én, mi baja van a mamának, mondta a fia. Itt nálunk, hogy központi fűtés van, száraz a levegő. Aki megszokta, az könnyen viseli, akinek szokatlan, annak megfájdul a feje. Biztos a mamának is emiatt fáj. De hogy? Mondta rá. Fáj nekem mindenütt. Ha itt vagyok, ha ott, ha dolgozok, ha nem, fáj az mindig. Isten tudja mióta. Az orvosok mondanak valamit, adnak is, de mi haszna? Elnyüttem. Így mondják. A menny meg a fia csak nézik a mamát. Elnyütt. Húsz éve fáj a, fejet, a jó Isten! A Meny éppen most huszadik éves. Vacsorával várták. Töltött káposztát készített a Meny. A darát húson kívül vett egy fél kiló oldalast is, így írja a szakácskönyv terítettek. Hogy legyen megadva a módja, két papír pohár tejfölt vettek. Ott volt az is az asztal közepén egy mártásos tálkában. – Te jó ég! – mondta az öregasszony. – Ennyi rengeteg káposztát csinálni? Nekem meg apátoknak egy hétig tartana. – Nekem? ma, Nekem tarthatna tovább is. Nem ettem én káposztát mióta. Ha én ebből megennék most egyet, reggelig le nem tudnám hunyni a szemem. Reggelre ki is teríthetnétek. A mama a tejfelből evett, megkent vele vékonyan egy szelet kenyeret, az volt a vacsorája. Kínálhatták akármivel. Később még egy narancsból két szeletet elfogyasztott. A többit, ha nem kell már másnak, tegyék el egy pohár alá, majd jó lesz holnap. A fia meg a menny bekapták felét-felét egyszerre. Amikor leszették az asztalt, a mama még mindig a káposztákat nézte. Sokalta. Rengeteg káposzta. Nevetve mesélték neki, hogy legutóbb vendégség volt, és akkor meg százöt darabot töltöttek. Elfogyott mind. Egy barátjuk, egy tekenevű egyedül kilencet evett meg. Te jó Isten, mondta rám mama. Apátok is tudott enni valamikor, de ennyit? Hiszen nektek akkor a fizetéseteket eleszik az ilyen barátok. Vigyázni kell az ilyen emberekre. Ígérték, hogy vigyáznak, és nevettek. Utána, hogy még mindig fájt a mama feje, poharakba, vázákba, meg egy nagy széles tálcára is vizet öntöttek. Elhelyezték a szobában, hat párologjon, hát ha a levegő nedvessége szünteti a mama fejfájását. Jól érezte magát a mama. – No, álljátok, – mondta, – nem is emlékszem rá, hogy valaha is ilyen jól éreztem volna magamat, mint itt nálatok. Ez az állandó meleg, hát ettől nagyobb kincset Isten nem is adhat az embernek. Megérez mindent? Hogy kitalálták ezt a fűtést? Ott az a nagy vas, az ablak alatt, aztán fűt. Olyan meleg ez mindig, mintha katlan lenne a belsejében oda ment és megtapogatta, lehúzta a cipőjét, lábát a fűtőtesthez dörzsölte. A fia és a menny kellemes érzésekkel nézték. Hála Istennek, hogy jól érzi magát a mama. Igazán ráfér ez a három nap vendégség. Hát én nem is emlékszem rá, mondta melegedés közben a mama, hogy a nyár vége óta volt-e olyan idő, amikor nem fázott a lábom. Fázik az éjjel nappal. Húzhatok én erre akárhány zoknit, akár milyen cipőt, csizmát, fázik, ez ősztől tavaszig fázik. Sokszor még aratáskor is. Én nem tudom, mi van az én lábommal. Ősz végén különösen le akar szakadni. Akkor nem lehet járni, csak gumicsizmában, olyan nagy a sár az udvaron, hisz tudjátok. Nincs a hideg sártól rosszabb a világon. Estére már belefájdul az ember csontja is a fázásba. Melegíted én, mién aztán Sparhertnél, kájhánál, De nem úgy van, mint itt. Tömheti az ember azt a kájhát, lignittel, barcikaival. Megette a fene. Elmegy a meleg a kéményen. Este meg, ha lefekszek, fázik a lábam tovább. Reggelig sem bír felmelegedni. Még lefekvés után is teszünk a tűzre. Pedig vigyázni kellene a szénre, el se hiszitek, milyen nehezen tudtuk tíz mázsát szerezni. Megkezdtük már augusztusban. Száz forint külön a fuvarosnak a fuvardíjon felül, hogy hozza abban a pillanatban, amikor megérkezik a vagon. Ez csak száz forint? Száz forint megint a tüzéped a raktárosnak. Szaladjon le, ha megjön a szén. Hogy rohannyol az öreg azonnal, mert előre nem lehet ám kifizetni. Arra meg, hogy hét számra, hónap számra, délelőtt, délután kiárjon az ember vagont lesni, kinek van ideje? Na, ez eddig kétszáz forint. Meg még persze a színára. De hát még így se tudtunk szerezni, csak tíz mását. Reggel olyan hideg az a szoba, mintha soha se tüzeltünk volna benne. Hajnalban, amikor kelünk apátokkal, még a lélegzet is látszik. Ülnek együtt az asztalnál, a mama élvezi a meleget. Az öreg az olyan, mint a medve, folytatja. Az nem fázik. Aztán, hogy ő nem fázik, azt hiszi, nem fázik senki. Mindig olyan volt egész életében. Ha neki belege volt, ki kellett az ajtót akkor is, a más meg már vacogott. Egész éjszaka horkol. Mit bánja az a hideget? Én meg éjfélkor már felébredek, bevehetek én két altatót, és akkor se tudok már azután aludni, csak fetrengek. Hajnalik. Várom, hogy világosodjon az ablak. Sokszor el se hiszem, hogy valaha reggel lesz olyan sokára virrat. Az öreget meg mindig kelteni kell. Most nem tudom aztán, hogy, hogy kell fel magában, ki engedélye reggel a malacot a csülhéjre, mert ha nem kér korán, az ember nem tudja megetetni a disztót, mire hajt a kondás. Az öreg nem nagyon bánja. Kizavarja a malacokat éhen is. Azt mondja, majd eszik este, a ha hazajön. nappal meg, míg odakint van, egyen fődet. Ilyeneket mond. Nevetik mind a hárman. Bizony. Az öreg. Oh, annyi baj van vele. Elég lenne egy embernek reggeltől estig utána járni. A bulkor is kiabál befele a csűrből, hogy menjek ki, menjek ki. Kivegyek, hogy lássam már, hogy mi leli. Két cegelt össze. Erejtett egy szeget. Na, így menjek ki, vegyem fel, adjam a markába. Adja a fene, vegye fel magának. A mama a fűtőtesthez húzódik, melegíti magát. Oda nyújtja a lábát egész közel. A fia meg a menny hallgatják, nézik a mamát. Ők távolabb ülnek az asztalnál, egyik hőjük se szereti a meleget. A mama csendes. Úgy van vele, hogyha besötétedik, már álmos. Sokszor ülve is szunyókál, de ha lefekszik, kimegy az álom a szeméből. Most is majd leragad a szeme. A fia meg a menye éjfélig akkor se fekszenek le, ha semmi dolgok nincs. Olvasgatnak, beszélgetnek éjfélig, a dolgokakat sokszor még kettőig is fent vannak. A mama álmélkodik rajta. De legjobban azon, hogy másnap aztán mikor kelnek fel. Hát nem okosabb lenne korán feküdni, felkelni hajnalban? Este villan kell? Hajnalban, meg amikor virrad, akkor már nem? Okosabb lenne így. Eltervezik, hogy mit csináljon a mama három nap, amíg itt lesz. Mehetnének moziba, színázba is. Na, még csak az kellene? tiltakozik a mama. Nem való olyan helyre kendősön menni. De miért ne? Nem törődnek ők vele, hogy mama kendős. Nem szégyellik ők a mamát. Menjenek csak nyugodtan, már megvették a jegyet is. Á, hogy tiltakozik a mama. Menjetek csak ti magatok, ha már elterveztétek. Én addig üldögélek itthon. Legalább melegszek. Megmondta az öreg is, amikor eljöttem, hogy nem mászkáljak és sehova. Üljek itthon nálatok. Így lesz, az menjetek csak ti magatok. A menny azt mondja, hogy maradhatna a mama nem csak három napig tovább is. Még csak az kellene. Megmondta az öreg, mikor ára legyek otthon. De meg ha nem mondta volna is, akkor is mennem kell. Ajaj, hogy felfordítja a házat, amíg én itt vagyok. Egy hét is kell hozzá, amíg majd rendbeszedek mindent. Úgy szokott, ha elkészítem neki az ennivalót három napra, első nap meg második nap dére megeszik mindent. Aztán, még haza nem megyek, éhezik. De az nem, hogy csinálna magának valamit, még tüzet se gyújt. Várja, hogy menjek hazafele. Ilyen az? Egyszer is, amikor Debrecenben voltam, megmondtam neki, mit hogy csinálja, mire legyen gondja. Hát azt hiszitek, törődött vele? Rábíztam, hogy legyen a kotló a két szeme. Figyelje, ha leszáll a fészekről, tegye vissza, mert kihűl a tojás, aztán nem kér ki egysé A kotló leszáll, de hogy tette vissza. Az a büdös kotló meg a konyha földjé kikaparta, oda fészkel, Vált egy jókora gödröt. Nem ült az vissza a tojásra. Kihaigálhattam egytől egyik mindet. Egy fia csirkese lett a kotó aljából. Aj, aj. Még a három nap is sok. Nem, hogy tovább maradjuk. Nincs se tudom, minek megy ki a hátán az öreg, minei haza érek. Egyre csendesebb a mama. Ágyoznak. Le fognak feküdni. Lefekvés után mindenkinek könyv van a kezében, a mamának is. Olvasnak. Valamikor mennyire szeretett olvasni a mama. Most már csak hébe olvas nappal nincs idő, este hamar elálmosodik, éjszaka olvashatta, egyszer meg is próbálta, hogy éjfél után soha se tud aludni, de felébredt rá az öreg, hogy ég a villany. Akkor a patáliát csapodna, ez az asszony vénségére bolondult -e ki, az Isten halott ilyet, ahelyett, hogy aludna éjszaka, olvas, égeti a villanyt. Hát nem lopja ő a pénzt? Nem lenne így elég a villany számára a Dáriusz kincsese? Ezt aztán még egyszer meg nem Lánykorában elbújt, ha tehette, úgy olvasott. Dolog mindig volt a ház körül. Fiatal asszony korában, meg ha elment otthonról az ura, egy-egy órát szakított az olvasásnak, utána aztán lótott, futott kétszer olyan gyorsan, mint egyébkor, nehogy elmaradjon az olvasás miatt a dologban. Most már olvashatna, néha. De mi csináljon, ha olyan hamar elálmosodik. Nem megy már az olvasás, belefájdul a szeme. Most is olvas néhány sort, aztán megdörzsöli. Olyan rossz, ha mostanában olvas valamit, rögtön elfelejti. Régen napokig tudott rajta gondolkozni. Most meg sokszor már, mire a lap aljára ér, elfelejti, mi volt az elején. Mi csináljon, ha így elnyűtt minden. Végül csak hagyjál, de az öreg, ha múltkor is felül a biciklire, a másik menje bicikliére, az egy női gép, elmegy vele a tanácsházára, aztán délfele visszajön egy férfi gépen. Pedig neki még jobban fogna a feje, de ő meg egy nehány esztendeje meg van zavarva. Az elnök zavarta meg azzal, hogy örökösen hazudott. Igét fűt fát, vízre vitte a falut. A mama gyakrabban dörzsöli a szemét. Olykor leleteszi a könyvet, elmereng. Aztán olvas újra egy néhány sort. Egyszer csak a sezló mellett a szőnyegen csattan a könyv. Kiesett a mama kezéből. A fia lábújhegyen a kapcsolóhoz megy, eloltja a villanyt, pedig még nincs tíz óra. A mama alszik. Összekucorodva elfér a sezló a harmadán is. Sovány kis madárteste hozzászokott, hogy összekucsorodva aludjon. Pedig hát itt alhatna kinyújtózva, nemhogy hogy duny, ha nem kell, még a paplan is túl meleg. A fián is csak egy pokróc van, mégse fázik. A mama álmában otthon van, zsörcölődik az öreggel. Ha felfelrebben, nem tudja, mire vélni, nem fázik a lába, és olykor enged magán egy-egy kicsit, nem húzódik össze, mint a katica bogár, ha fűszállal megérintik a szárnyait. Amikor a fia és menye elalszik, ő akkor ébred. Első pillanatban nem is tudja, hol van, csak a meleget érzi, elengedi tagjait jól leső nyújtózik néha. Egyre forgolódott, megint fájt a feje. Alig várta, hogy reggel legyen. Nézte az ablakot, de az olyan fekete volt, mintha korommal kenték volna be. Nem lehet már nagyon messze a reggel. Forgolódott megint, és úgy fájt a feje, ahogy otthon is csak ritkán nem bánta ő meg, hogy eljött a fiához, de hogy is bánta, csak hát mégis jobb, ha ők jönnek haza. Nekik mégis csak könnyebb. Elfelejtette azt is, hogy holnap után a tejcsarnokban korpát osztanak. Azt még akkor este ki kell váltani, mert jutányosan adják. Júli is a teljes asszony alig várja, hogy valaki ne vigye el, kiváltja ő magának egyötven kilója szabadon, meg három forinnál is több. Vajon nem feledkezik-e meg róla az öreg? Én... Jár nekik most korpa több egy mázsánál. Na, ha az öreg ki nem hozza, akkor... Akkor ő rászakítja a csillagos eget. Péblából az udvaron. Ahova meg kellene menni, oda nem megy. Hát így tegye ki ő otthonról a lábát. Még szerencse, hogy késő ősz van, nem nyár, vagy tavasz. Mert akkor aztán igazán nézhetne maga körül, ha hazamegy. Egyszer is elment, aztán mire haza került a szarka, elhordta a kis csirkéket. Pedig akkor is hogy meghagyta az öregnek, vigyázol a csirkékre. Aztán a végén még nekiállt fejebb. azt mondta, nem madár ijesztő ő. A feje sincs jól. Nem elég ebben a párnában attól. Hogy lehet ezen feküdni? Hatkor már derengett. Elgondolta, ha otthon lenne, már több mint két órája végezni a dolgát hét órakor már látta a falon az órát. Számolta a perceket. Ő már rég felkelt volna, de a fia menye, még alszik. De, hogy zavarja őket. Gondolt ő rá, hogy sokáig fog ágyban maradni, ha pihenje ki magát, de ez a fekvés itt még szörnyű, mintha holt váratra dolgozta volna magát nyolc óra felé felült. Oda nézett, ahol ők feküdtek. Nem hallom magam. Egyenletesen szuszogtak mindketten. Hallgatta a lépcsőházban a lépteket, számolta, hogy alul a patyolatban hányadjára csapódik be az ajtó, hányan jártak már ott ma. A fia, a menye még mindig aludtak. Most már ott is fájt a csontja, ahol nem nyomta a sezlom. Csak a meleg. Az, az eset jól most. Az emeletes ház udvarának hangjaira is figyelt. Nagy dübörgő lépteket hallott messziről. Aztán vele jött egyre közelebb egy-egy hosszan elnyújtott kiáltozás is. Eleinte csak a reket hangot hallotta, de nem értette az értelmét. Végre pontosan hallatszott az ember egymás után többször ezt kiabálta. Erdei föld! Virág föld! Várt egy kicsit, aztán megint. Erdei föld! Virág föld! Szeretett volna kinézni az ablakon, de ahhoz fel kellett volna kelni. Ha ő felkél, felébred a fia is, és azt nem akarja. Ha már eddig kibírta, kibírja még, hisz csak felkelnek azok is egyszer. Lehetetlen, hogy megne ne unják a fekvést. Tudta, a fia soha nem szerette, ha felkeltik. Azt szerette, ha úgy kér fel, hogy magától ébred. Aztán most ide jön ő, az anyja vendégnek aztán éppen ő költse fel. Szerette volna megkérdezni azt is, hogy miért kiabál az az ember. Egy ideig megint csend volt az udvaron, aztán újra hallatszott. Erdei föld, világ Még néhányszor kiáltotta a reket hangú ember, aztán eldübörögtek léptei a hangjával együtt. Már csak a kiáltás hallatszott, de ő most már Tudta az értelmét. Magában hozzámondta, hogy erdei föld, virágföld. Vajon mi lehet ez? Te jó isten! Almazok még most sem mozognak. Hát létezik ez. Kilenc óra is elmúlt. Negyed tíz. Vajon megharagudnának, -e, ha ő fölkelne? Fél tizet mutat az óra, azt se tudja már, éle, hale. Meddig lehet ezt még bírni? Tíz órakor szálltak le az ágyról. A fia csak úgy pizsavában beült a fotelbe, beszélgettek újra. A fia kérdezgetett. Jól aludt, kipihentei magát, ők előbb is felszoktak kelni, de hát azt akarták, hogy a mama pihenje ki magát jól. Reggelihez ültek. A mama csak teát Olyan fáradtnak és törődöttnek érezte magát, mint a hajnal óta szőlőt kapán. Még ez attól is rosszabb. Mert ha kapál és kifárad, akkor jól esik leülni de most még az is terhére van, ha ülni kell. Nem lehet ezt sokáig kibírni. Reggeli közben mondogatni kezdte, hogy otthon lenne neki a helye, az Isten tudja, mi lesz, amíg ő itt tölti a drága idejét. Már leszették az asztalt, még mindig beszélgettek. Hogy lenne hát, hova kellene elvinni a mamát? Elmentek a mennyel vásárolni. Még dél sem volt, hazajöttek. Megvettek egy boltban mindent. A mama egy fekete kendőt is vett magának, odatartotta a világosságra, úgy nézte, hogy milyen ritkás a szála. Nem szőtték elég sűrűre. – Hogy a fene a kezit? – szaladt ki a száján. – Amiért nem csinálta már meg jól, aki szőtte? Az eladó azt felelte rá, megvan az olyan jól szőve, mint ahogy maguk megkapálják a csoportban a krumplit. A mama a menyétől kérdezte meg, honnan ismeri őt ez az ember, honnan tudja, hogy ők a csoportban vannak. Zavarában megvette a kendőt. Még kirakatokat néztek, úgy jöttek haza. Az ebéddel nem volt sok baj, előre elkészítette azt is a meny, még mielőtt megérkezett volna a mama. Megint ültek és beszélgettek. Hova kellene hát elvinni a mamát? Ő újra csak azt hajtogatta, micsoda zűrzavar lehet már otthon, ajjaj, aj, vajon mit csinál magában az öreg. Ha már megevett azóta mindent, mire ő hazaér, kitér a hitéből. Nem szereti, ha éhes. Olyankor jobb, ha nem is szól hozzá az ember. Amikor megkérdezte, mit kiabált reggel az udvarban az a rekett ember, mi az, hogy erdei föld, virágföld, nevetett, hogy na még ilyet, árulják a földet, egy zacskóval két forint. Hát igen, aki virágot akar ültetni, az persze, hogy megveszi pénzét, honnan is vehetne máshonnan földet a cserébe. Na, ezzel fog legjobban csodálkozni a gyerek, ha elmondom néki, nevetett újra. Közben azon töprengett, mi lenne, ha nem várná meg azt a három lapot, ha elébb elmenne. Mert csak ugyan jó itt kényelmes, mindenár még egy ilyen éjszakát kibírdi, most is olyan fáradt már, majd összeesik. Ha leül, az még rosszabb. Gondolkozott rajta, előhozakodjon évele, vagy sem. Mégis van valami, amit szeretne megnézni. Amikor a fia még iskolás volt, mindig szerette nézegetni a könyvében azt a sokféle állatot. Azóta is mennyi mindent olvasott róluk. Valahogy úgy volt vele, hitte is, nem is, hogy léteznek. Hát most megláthatna belőlük sokat, ha kimennének az állatkertbe nézni. A fia azt tudja, nem megy vele, annyira írtózik mindenféle kígyótól, de hát, ha a menye kikísérné. Nem vágyik ő egyebűvé hova se, se színházba. Elég lenne neki annyi is, ha végig az állatkertet. Persze, hogy szívesen elkísérte a menye. Alig mentek el, már is jöttek vissza. Szerdán szünnap van. Ma éppen szerda. Ma nem lehet ott szétnézni. Holnap már lehet kilenckor. Kora délután volt. Újra leültek a fotelekbe. A mama ült a legkényelmesebben, párnát is tettek mellé. A testének még az a része is fájt, ahova csak a párna ért elviselhetetlenül és kibírhatatlanul fájt mindene. Látta a fia meg a menye arcán, hogy rosszul esik nekik, amiért ő nem érzi jól magát. De hát mit csináljon? Nem úgy van az, hogy csak azért érez-e jól magát az ember, mert muszáj? Vagy azért pihenjen, mert muszáj? Már mindent elmondtak a faluról, amit csak lehetett. De még akkor is hol volt az este? A mama Megint arra célozgatott, hogy otthon mi lehet. Meg aztán nem érdemes neki nappal utazni, utazhatna éjszaka is. Elég neki annyi az alvásból, amit a vonatban alszik. Kiment a konyhába egy pohár vízért, tablettákat vett be a fejfájás ellen. Amikor visszajött a vízzel, a menye rászólt, hogy igazán miért fáradt, kiment volna ő szívesen, ne fárassza magát, hoz ő vizet, ha kell. A mama arra gondolt, ha ma otthon van, talán húsz-harminc vedérrel is felhúzott volna a kútból már ekkorra. Mennyi vizet kell ott húzni egész nap? Megint beszélgettek. Egy nap? Az csak egy nap. Miért is kellene neki a holnapi napot utazással tölteni, amikor éjszaka is vehet? Igen, de ha holnap éjszaka ül vonatra, akkor csak holnap után délbe ér haza. Akkor már több, mint három nap. Az öreg meg azt mondta, három napnál nem maradjon tovább. Ő nem veszi harmadik nap után a nyakába ennek a sok tyúknak minden egyébnek a dolgát? Elég neki már az is, ha azt a munkát elbírja végezni, ami a csoportban van. Neki már az is sok. Amikor mondta, hogy megy, a fia és a menny hallani se akartak róla. Hát csak ilyet nem tesz, marasztalták. Aztán aznap este, amikor kikísérték a mamát a vonathoz, és visszajöttek az állomásról, sokáig ültek a fotelben szótlanul. A menny kiment a konyhába, hogy elrendezze az ételeket, amiket a vendégségre főzött. A fia leült a fotelbe, és nézte a melegítő testet, amelyikhez a mama tegnap este az örökké fázó lábai dörzsölte. Azon gondolkodott, hogy a mamának soha soha az életében nem volt még egyetlen napja sem, amit pihenéssel tölthetett volna. És nem is lesz ezen túl sem. Szeretett volna még sokat beszélgetni vele. A falut, a kertet, a hosszú akácfasort látta maga előtt. Mi lesz, ha nem lesz többet a mama? sovány, fáradt teste elnyűvik egészen. Nem marad más utána csak az a fekete erdei föld, kemény, törzsű, magas fák, és a mézédes illatú virágok földje.